Hello, sziasztok! Üdvözlök mindenkit itt a 2021-es Mautikon első magyar nyelvű előadásán valaha. Igen, ez az első alkalom, hogy itt a Mautikonon magyar nyelvű előadások lehetnek ezen a nemzetközi színpadon. Úgy gondoltuk, hogy idén mindenképpen szeretnénk behozni a több éves lemaradást a Mautik közösségben való részvételben, hiszen a Mautik tavaly óta már magyarul is elérhető, és ez az előadás sorozat lehet az első lépése annak, hogy a hasznos, igényes magyar nyelvű tartalmak megjelenhessenek Mautikkal kapcsolatban a YouTube-on, illetve a konferencián. Ezen a napon olyan cégeket hívtunk meg, akik már évek óta használják sikeresen a Mautikot, és akár marketing automatizációs szolgáltatóként is jelen vannak a hazai piacon. Első előadónk is ilyen, Nagy Attila, róla azt kell tudni, hogy az első online direkt marketing megoldást keltette életre, még a 2000-es évek elején, maxima.hu néven, jelenleg a Reach Media és a Research Center ügyvezető igazgatója. Az előadás témája pedig gamifikáció és lokáció alapú marketing. És akkor átadom a szót Attilának, köszönjük, hogy eljöttetek. Üdvözlök mindenkit, üdvözöllek Józsi. És ha minden igaz, akkor indítok neked egy videót. Így van. Ami, ha minden igaz, akkor egy kis ilyen brandinggel indul. Nem tudom, hogy addig bemutatkoztok-e, vagy pedig ahogy indul a videó, úgy folyamatosan fogjátok intézni. Folyamatosan fogom mondani hozzá a bemutatkozót is. Tehát ugye magáról a marketing automatizációból, ugye, amit itt lehet látni nálunk, egy Google-ös megoldásban használjuk a Mautikot, egy Kubernetes Docker kezeléses módszertanban van már 18 óta a magyar piacon. Itt a következő képen láthatjuk, hogy jó pár bővítményt, illetve olyan megoldást csináltunk hozzá, ami a magyar piacra, illetve az Európai Uniós piacra a Mautiknak kiegészítés. Ilyen például a GDPR-os kiegészítésünk, pluginunk, amit hozzáépítettünk a Mautikhoz. Itt ugye a GDPR-nál egy újfajta módszert tudunk bevezetni a Mautiknál, erre majd később a mintapéldában meg is fogom mutatni. A következő, amit láttok, mintát, az egy survey bővítmény, ez egy webhook alapú, különböző típusú adatbejuttatásra képes. A következő bővítményünk az egy Firebase üzenetküldő rendszerhez kapcsolódó bővítmény. Itt ugye a Google-nek a infrastruktúráját lehet használni, ugyanúgy, mint a OneSignal, csak itt minden adat a miénk. Illetve amit még hozzáépítettünk a Mautikhoz, az egy nevezett Sender Engine, amit már 20 éve használunk itt Magyarországon. Ez egy speciális kiküldő motor, ami 20 éve van fejlesztve. Ezzel megy egy másik szolgáltatásunk, és ez lett hozzábővítve a Mautikhoz. Illetve van egy-két olyan bővítmény, amit majd itt be fogok mutatni a mintapélda során, ami a különböző gamifikációs, illetve újfajta kampány journey-knek az építéséhez használható bővítmények, illetve olyan logikák, amiket ezekkel ki lehet alakítani. Ezt a mintapélda során végig fogjuk venni, hogy valójában ezek a minta file alapján létrehozott projekt, amit most itt elképzelt projektet vittünk föl, abban ezek a pluginok hogy működnek. Létrehoztunk a Mautikhoz egy mobil frameworköt is. Ez azt jelenti, hogy a mobil applikáción keresztül, Mautikon keresztül lehet vezérelni a mobil applikációt, a Store-ból letölthetőek ezek, tehát Apple-ből is, meg Google Store-ból is letölthető. Maga az előállítása, hogy létrehoztuk ezeket a szoftvereket, ebben a Reach Media, illetve a Research Center vett részt. Ugye a Research Center ott a kutatási részén, illetve az adatvizualizáció, illetve adatbányászati részen van nagy tapasztalat a cég csoporton belül, és ők ebben segítkeztek a Mautiknál, hogy ezt létrehozzuk. Maga ugye a Mautik az a marketing automatizációs feladatokra képes, ugye sok csatornán keresztül képes megszólítani a felhasználót, itt csatornákat is bővítettünk, tehát például a mi megoldásunkban ugye a maga a Firebase is egy olyan push kommunikációs csatorna, amit saját maga tud kezelni a felhasználó, de,
de van olyan csatornánk például, ami chatboton keresztül megy, és a chatbotos megoldáson keresztül például Messengeren tudunk kommunikálni, illetve Messengeren keresztül tudunk adatokat behozni a Mautic-ba, és akkor arra különböző logikákat, campaign journey-ket, tegelési módszertanokat vagy szegmentációs modelleket tudunk felépíteni. Maga a kutatócég az már használja a Mautic-ot több éve, tehát hogy magában a kutatási módszertanokba, illetve az automatikákba, illetve különböző panel management módszertanokba használják, és egy külön applikáció lett nekik fejlesztve, amit a minta példa alapján meg is fogok mutatni, hogy egy kutatási módszertanban ez hogy működik. Később majd a délután folyamán egy kollégám fog prezentálni, aki kifejezette magával a kutatással foglalkozik, és azt fogja bemutatni. Itt a képen látjátok a jobb, illetve bal oldalt megosztva, bal oldalt egy mobiltelefont láttok, annak a képét látjátok, így most a mobil applikációt mutatja, jobb oldalt pedig magát az adminisztrációs felületet lehet mindig figyelni, tehát a mintapéldában mindig ez a két oldalon történik valami. Most ugye a bal oldalon az applikációnál mutatom éppen, hogy az applikáció mikhez fér hozzá, tehát hogy hozzáfér a GPS-hez, ott is különböző beállításokkal tud hozzáférni, akár folyamatos követésben is, az applikációnál ugye ez megoldott, ugye lehet a precíziós követést kibekapcsolgatni, tehát ezt természetesen a felhasználó tudja önmagának szabályozni. Nálunk van egy alapbeállítás, amikor föltelepíti az ember, de mivel a Apple-nél is, meg a Google-nél is ezeket engedélyezni kell, ezt természetesen fölül tudja a felhasználó konfigurálni. A másik oldalon, az adminisztrációs felületnél pedig lehet látni, hogy maga a push, illetve az egyes pluginok hol találhatók magában a Mautic-ban. Itt ugyanúgy, mint a OneSignal-nál, a csatornák között új objektumok jönnek létre, az egyik az a push kommunikáció, mobil applikáció, illetve push kommunikáció valamilyen webböngészőre, tehát ugye ez lehet Windows-os, Safari, lehet Firebase, ott ugye ezekre a hagyományos feliratkozó, a OneSignal-a megszokott feliratkozó módszertannal lehet feliratni a felhasználókat, és magában a user interface is a Mautic-ba úgy van beépítve, hogy ahogy már a OneSignal-ban megszoktuk és használtuk a Mautic-ba. Most elindítottam az alkalmazást, ott látjátok a bal oldalon, ott a felső sarokban egyből látszik, hogy a GPS követős kis ikonka megjelent a telefonon, az adminisztrációs felülete meg egyből meg is jelent a felhasználó, ahol egyből megjelent a felhasználó, ahol tartózkodik, ugye egy geofence van éppen most Magyarországra kihúzva. Ebben a geofence-ben tartózkodó felhasználókra tudunk akkor automatikákat létrehozni, ezt a későbbi évben meg fogom mutatni, hogy hogyan néz ki. Az applikációt, amit a bal oldalt látok, és a mobiltelefonon nyomkodok, amúgy ez egy iPhone SE telefon, tehát hogy ez egy régebbi típusú kisképernyős telefon, és itt mutatja, hogy még ebben is egész gyorsan tudja fölhozni az applikáció a tartalmat. Itt ami most itt az applikációban föl lett építve, ez egy reaktos user interface van berakva. Maga az applikációs keretrendszer képes futtatni ilyen típusú frontendeket is, de mivel WebView alapú maga az applikáció, ezért valójában WordPress-es, Drupal-os, illetve olyan típusú saját fejlesztési CRM-eket is képes futtatni, vagy akár külső rendszerekből behozni adatokat. Itt van a mintapélda folyamán lehet látni például, hogy akár Google dokumentumot is az applikációban meg tudunk jeleníteni, és azt tudjuk használni, illetve magát az applikációnál végig fogunk venni egy olyan példát, amit most itt elkezdek mutatni, hogy amikor egy adatot módosítunk például a mobil applikációban, az a weboldalon, az egyes böngészőkbe, illetve ugye mivel ez React-ban van létrehozva, a PWA-ban hogy fogja változtatni az adatokat, tehát hogy valójában platform függetlenül bármelyik helyen is megyünk fel és változtatunk adatot, az itt a minta
usernél, amit most az én nevemre van itt föl setupolva, itt lehet látni, hogy amikor majd változtatom az adatokat, akkor az egyikben is, meg a másikban is meg fog változni, és az természetesen végigköveti a Mautic-ba az egyes szegmenseknél, illetve custom fieldeknél ezeknek a változtatásának az eredményét. A jobb oldali képen most látjátok a GDPR-os plugin-t, ez egy olyan típusú plugin, ami képes arra, hogy a felhasználókat egy leiratkozás vagy egy törlési folyamatban a Mautic do not contact, illetve törlési mechanizmusán felül egy úgynevezett hashelési módszertannal magát a felhasználónk a személyes adatait el tudjuk tüntetni, viszont az olyan adatait, amit statisztikailag szeretnénk megtartani, azt bent tudjuk hagyni a Mautic-ba, illetve hogyha hatósági megkeresés van, és ezt a GDPR szerint a cégeknek kell tudnia, akkor a hatósági megkeresésnél a már letitkosított e-mail címeket vissza lehet keresni, amennyiben tudjuk, hogy milyen e-mail címről van szó, illetve hogyha felhasználót kérdeztünk, hogy vissza szeretné a múltját, és ő arról az e-mail címről ad nekünk GDPR szerint megutasítást, akkor azt el tudjuk végezni ezzel a pluginnal. Tehát valójában a Mautic-nak a GDPR-os megfelelését ezzel a pluginnal 100%-osan meg tudjuk csinálni, hogy akár a magyar, illetve az Európai Uniós törvényeknek is megfeleljen. A jobb képen most látjátok, hogy ott bejelentkeztem, és különböző menüket nyomkodok a térképen. A térkép user interfésznél lehet látni, hogy különböző térkép szolgáltatókkal tud együttműködni maga az adminisztrációs felület, illetve maga a Mautic-nak ez a térképkezelő része, tehát tudja a Google-nek a térképeit kezelni, tudja a Mapbox-nak a térképeit kezelni, ugyanúgy tudja az OpenStreetMap-ét, és akár a Bing-ét is. Alapvetően most ezek vannak fölhozva, ezek custom térképek, amit a cég saját magának használ, tehát ugye ezek fizetős szolgáltatások a Google-nél is, meg a Mapbox-nál is. Az, hogy melyiket használjuk a rendszer szempontjából teljesen mindegy, ez a mi előfizetésünk, vagy a üzleti modellünknek, hogy melyiket akarjuk beilleszteni, azt tudjuk létrehozni vele. A jobb oldali képen ugye látszanak azok a geoszegmensek, amiket létrehoztunk. A bal oldali képen itt most már látszik azt, hogy én elkezdtem nyomkodni egy olyan részt, ami már a böngészőbe jön be ugyanez a felület, és ugyanez a geokövetés egy Safari-s böngésző ablakon is ugyanúgy fog tudni működni, és ugyanaz a geolokációs követést, illetve a geofence-eket ugyanúgy tudjuk használni, akár egy website-on is, amit mobiltelefonról nyitnak meg. Amit itt látok, és többször nyitogattam a applikációban is, illetve itt is, természetesen, amikor egy fotóhoz vagy egy adatbevitelhez hozzá akarunk férni, akkor van lehetőség a magához a telefonnak a kamerájához hozzáférni, illetve a telefonon keresztül már beintegrált akár felhő alapú szolgáltatókhoz, itt lehetett látni Acrobatot, vagy lehet látni az Apple-nek az iCloud-ját, vagy a Google-nek, de természetesen a OneDrive is berakható. Tehát így adatbejuttatást az applikáción keresztül, illetve most ez egy reaktos PVN, a PVN keresztül is meg lehet oldani. Ez természetesen ugyanúgy bekerül a mi rendszerünkbe, és az feldolgozásra kerül, ezzel a Mautic ugyanúgy tud dolgozni. Maga a mobil applikációs keretrendszer az úgy van ráépítve a Mautic-ra, hogy egy MongoDB, NoSQL adatbázis van hozzápárosítva. Ez magában a rendszerben úgy van beillesztve, hogy a egy egységbe a Google-nek a Kubernetes rendszerébe be lehessen rakni. Ez ugye a költséghatékonyság szempontjából is, illetve maga a működés szempontjából is az, hogy az erőforrásokat hogy osszuk meg, ez egy ugye a Google-nek egy szolgáltatása, amire nekünk most már 18 óta ez a fejlesztési módszertanunk van. Maga a MongoDB-be tárolódnak a geolokációs adatok, illetve a Mautic-ból szinkronizált adatok, amit egy RabbitMQ nevezetű szinkron motorral oldottunk meg. Ez a szinkron motor szinkronizálja ezeket a geofence-eket, illetve a geolokációnál magukat a geóba tartozó pontokat, de ugyanúgy szinkronizálja a custom field-eket, tegeket,
illetve a felhasználóra vonatkozó szegmenseket is. Természetesen a mobil applikációt keretrendszer tudja a Google, illetve a Facebook login logikát GDPR-nak megfelelően, tehát hogyha egy regisztrációt végzünk egy Facebook loginnal vagy egy Google loginnal, akkor ugye a checkboxos módszertanul az egyszerű bejutástól kezdve lehet a checkboxos bejutáson keresztül mind a kettőt megvalósítani. Itt most, amikor én bejelentkezek, mindig Facebookkal nyomkodtam be az applikációt. Itt most éppen látszik, hogy éppen Chrome-on változtatom meg ugyanazt az adatot, amit mondjuk megváltoztattam egy 5 perccel ezelőtt. Itt mindig egy adatot változtatgatok meg az adminisztrációs felületen, ami mindig változik a Mautic-ban is természetesen a szinkron révén. Maga a MongoDB-s felépítése a rendszernek képes arra, hogy később akár a Big Data adatbázist feldolgozzuk, akár Tableau adatvizualizációs eszközzel, akár Power BI vizualizációs eszközzel, illetve magát a Mauticokat is úgy hoztoljuk mi, hogy az ügyfelek, hogyha kérnek, akkor hozzáférést tudunk biztosítani ilyen adatvizualizációs eszközökkel, és így hozzáférnek a teljes adatbázishoz, ezt később föl lehet dolgozni, főként a kutatóknak, illetve hogyha valamilyen olyan adatot szeretnénk kinyerni, vagy mesterséges intelligenciára később rádolgozni, akkor ugye ezek hatékony és jó megoldások tudnak lenni. Van egy olyan nagy előnye a Mauticnak, hogy ezekért a kötésekért, amit például akár egy Data Studio-ba, akár egy Tableau-ba hozunk be, itt nem kell fizetni mindenféle kötőszoftverért, hanem magához az adatbázishoz szépen hozzá lehet férni, és onnan lehet föl lehet dolgozni az adatokat. A térkép szoftvernél most egy olyan logikát fogok végigvinni, amikor a üzleti logikának az a lényege, hogy az lett az üzleti mintapéldánk, hogy egy olyan promóciós logikát építsünk föl, hogy a Balaton bizonyos részére hozzunk be embereket, és ott különböző gamifikációs modellekkel irányítsuk el őket olyan pontokra, illetve olyan látványosságokra, ahol a játékelméletben magukat a pontokat, illetve magukat a vásárlásokat, vagy kérdezőbiztossal történő kérdezéseket végre tudják hajtani. Kijelöltünk három különböző geoszegmens, ugye egyszer kijelöltünk egy Budapest geoszegmens, kijelöltünk egy Magyarország geoszegmens, és kijelöltünk egy ország határon kívüli Ausztriába egy bevásárlóközpontnak a geoszegmensét. A különböző geoszegmensekben különböző feladatok, illetve különböző automatikákat tudunk futtatni. Például a budapesti geoszegmensben ugye a promóciós részt tudjuk csinálni, tehát ott a lead generálása lényeg, illetve az, hogy a magában a játékban való részvételt népszerűsítsük. Ugyanez a mondjuk a promóciós részhez tartozik hozzá mondjuk az Ausztriába kijelölt területnél is, és maguk, amit most itt látok a balatoni szegmensnél, pedig az egyes kijelölt geoszegmensek, pedig az egyes játékokat, illetve az ott történő promóciós vagy pontbeváltós játékoknak a logikáját tudja levezérelni vagy applikáción, vagy magán az alkalmazáson keresztül a rendszer, vagy pedig, hogyha a böngészőn keresztül jelentkezik be az ember, és ott van felszetapolva így a szoftver, akkor természetesen azon keresztül is meg tudja csinálni. Annyi különbség van a applikáció, illetve a sima böngészőn keresztüli követés között, hogy az applikációt az be lehet hogy akár úgy is állítani, hogy amikor nem használja az applikációt, akkor is tudja a geo követést lekérni, míg egy böngészőnél csak akkor tudja ezeket a geoszegmenseket kezelni, amikor ott a fókusz rajta van, tehát amikor használja, de ugye ez magából a működési elvéből adódik a böngészőknek, hogy nem enged át hátsó adatot, csak amikor rajta van a fókusz. Később meg fogom mutatni, hogy magukat ezeket a geoszegmenseket hogy fogja tudni kezelni a rendszer, hogy lehet őket kihúzni, hogy lehet őket manipulálni, hogy jön létre ebből egy olyan szegmens, amit a Mauticban lehet kezelni, illetve hogy lehet ezeket törölni, editálgatni. Ugye itt látjuk ezt a Pandor szegmenst, ami egy layerben jelenik meg. Itt természetesen a logikában
offline és online eszközöket is bevethetünk, tehát például ugye itt húzom ki az autópálya mellett, telepíthetünk óriás plakátokat, ahol fölhívjuk a figyelmet arra, hogy használd ezt az alkalmazást, gyere Balatonra, válts be pontot, ha most tehát időszakos kampányt is csinálhatunk rá, hiszen a marketing automatizáció pont az ilyen időzített, jövőben elinduló, illetve leálló dolgokat nagyon jól tudja segíteni, hogy ezeket előre eltervezetten létre tudjuk hozni, és az offline módszertanokkal is rá tudjunk segíteni a kampányunkra. Itt például ugye mondjuk autópálya mellett ugye alkalmasint a legjobbak az ilyen óriás plakátos megjelenések. Itt ki fogunk húzni egy geoszegmest az ország határa, ahol egy újfajta, ugye itt lehet látni, hogy éppen beütögetem magát a szegmest, kétfajta szegmest tudunk kihúzni, poligont vagy kört, hogy ebből bármit végül is föl tudunk rajzolni a térképünkre. A térkép által fölrajzolt geoszegmens ugye akkor lehet egy, illetve itt most a mintapélda alapján mondjuk kijelölünk egyszerre többet. Mindjárt látszik, tehát kijelöltünk egy bejövő ágat, illetve kijelöltünk ott egy benzinkutágat, ahol a megállók vannak például. Itt most kört fogok kijelölni, tehát hogy egyszerre lehessen látni, hogy többfajta lehetőségünk van rá. Hogyha ezt elmentettük ezt a geoszegmensünket, ugye itt látszik, hogy egy 4 tagból álló geoszegmenst mentettünk el, akkor a Mautic-ból, hogy hátmegyünk a szegmensekhez, akkor már ott is lesz a geofence-ünk, ami ugye egy geoszegmens. Itt a felhasználókat ugye a GPS lokáció alapján tudja, hogy benne vannak ebben a geoszegmensben, vagy nincsenek benne, automatán teszik őket ki ebből. Természetesen itt a mi logikánk szerint, hogy ebből a szegmensből mit szeretnénk, és milyen üzleti logika szerint szeretnénk fölépíteni ezt a szegmest, hogy azt egy új az alapján, hogy ebbe a szegmensbe tartozott mondjuk egy teget adunk neki, vagy egy másik szegmensbe soroljuk, vagy egy teg alapján speciális tartalmat adunk neki, speciális kérdőívet adunk neki, push kommunikációt küldünk neki, vagy egy e-mailt küldünk neki, ez egy plusz automatikának a megvalósítására lehet. Ad nekünk lehetőséget, ami egy GPS pozíció alapján tudunk elindítani. Ennek a megléte vagy nem megléte alapján tudunk automatikákat, illetve logikákat kialakítani a Mautic-ba. Itt újra a bal oldalon látszik, hogy az adatot megint megeditálom most az applikációban, és ugye ez a Mautic-ba is átviszi szépen az adatváltoztatásokat a GDPR-nek megfelelően. Itt a mintaalkalmazásunk természetesen úgy van föl setupolva, hogy akár a felhasználó törölheti is magát abban az esetben, hogy a GDPR plugin fog belépni, és akkor bizonyos adatot törlődnek, bizonyos nem. A bal oldalon látszik, hogy a Safari, a Chrome, a PVA, illetve maga a mobil applikáció, amivel dolgoztunk, mind a 4 helyen ugyanaz tud megjelenni. És visszamenve a Mautic-nak az adminisztrációs felületén, ugye itt van ez a határ szegmens, amit kihúztunk. Ugye a térképen tudunk mindenféle zoomolást csinálni, térképet váltani, attól függően, hogy segítse a munkákat, ugye tudjuk azt csinálni, hogy szatellit módot választunk, mert hogy nekünk valamit olyat kell megkeresni benne, amit jobban látunk, hogyha szatellit módban van, akkor természetesen erre is van lehetőség. A saját custom térképeinket, amit létrehoztunk a Google-ben, vagy pedig a Mapbox-ban, vagy OpenStreetMap-ben, azt az adminisztrációs konfigurációs fájlába be lehet állítani, tehát azt a térképet fogja nekünk megjeleníteni, amelyiket szeretnénk, és egyszerre több között is tudunk váltogatni. Ez ugye a mi mintapéldánkban vannak az adminisztrációs térképek, illetve az egyik térkép, ez egy user custom térkép, amit a usereknek csináltunk, amin valójában egy térkép alapú játékot hoztunk létre, azt most éppen pont most fogok belekattintani ebbe, igen, ez az a térkép, amit majd a felhasználók is látnak, tehát valójában a geoszegmest itt végigviszük, hogy bármelyik térképen is választjuk ki, az GPS pozíció szempontjából mindig ugyanoda fog esni, ami logikánk szerint fölépített.
Maga az adminisztrációs felület, ugye lehet látni, hogy kezeli belül a Mautikot is, képes futtatni iFrame-ben. Az adminisztrációs felület jelenleg 3 nyelven működik, angolul, németul és magyarul, ezt természetesen lehet később bővíteni. A mi logikánkban többfajta külső eszközt szinkronizálunk még hozzá, másfajta CMS-sel, külső CMS-sel dolgozunk ebben a logikában, az egy PIM-kor. Ott a PIM-kornak a szinkronizációját is a RabbitMQ-val oldottuk meg, tehát hogy létezik így valójában a Mautic-nak egy PIM-koros szinkron része, és itt is a tegeket tudja, a tagokat tudja szinkronizálni, illetve a szegmenseket tudja szinkronizálni abba a CMS-be. Ugye ez főként az osztrák piacon elég elterjedt a PIM-kor. Maga az adminnal lehet látni, hogy ugye vannak, majd mindjárt meg fogom mutatni, hogy ugye itt az adminisztrációs felületet, hogyha megnyitom, itt lehet látni, hogy nálunk pluszban ki van fejlesztve még egy-két olyan funkció, amiben be van rakva. Az alapban természetesen a térkép van benne, illetve a marketing automatizációs szoftver, amivel össze van kötve a rendszer. Itt, ha egy létrehozott geoszegmens szeretnénk törölni, akkor ugye erről az admin felületről meg tudjuk tenni, és ez természetesen abban a szent pillanatban a Mautic geofenszek közül is itt, ahogy lehet látni, el fog tűnni, tehát onnantól kezdve az a geoszegmensünk nem él, és nem használható tovább. A következő képen itt már nem az adminisztrációs felületet, hanem magát, azt a user interface-t látjuk, amit mondjuk egy Mautic landing oldalba helyezett térképszoftver, ugye most a Mapbox-ot használjuk, itt a mi logikánk szerint, a gamifikációs logikánk szerint felépített térképet, custom térképet, ugye ez akár lehet mesetérkép is, a Mautic szolgálja ki, az egyes objektumokban lévő lekattintott URL-eket is itt a Mautic szolgálja ki, így valójában a felhasználóknak teljes journey tudunk Mauticból végigvinni, úgyhogy a landing oldalaknál tudjuk használni a Mauticnak a funkcióit, így a fókusz funkcióját, tehát ezt a pop-up funkcióját tudjuk használni a mi általunk fejlesztett messengeres chatbotos összekötést is, a formkezelőket tudjuk használni, a landing oldal kezelőjét tudjuk használni, tehát, és természetesen azt personalizáltan, ahogy a Mautic tudja ezeket létrehozni a tokeneken és egyebeken keresztül, ha regisztrált felhasználókon belülre rakjuk ezt a térképet, akkor ezt personalizáltan, dinamikus tartalommal is meg tudjuk, föl tudjuk ruházni. Maga a chatbotos működésnél, hogyha úgy építjük a rendszerünket, valójában Messenger, föl tudjuk úgy építeni az egész logikát és gamifikációt Messengerben is jól tudjon működni, akár a térkép, akár a geolokációs követés, akár a Mauticsal fölépített landing oldalak és a térképből jövő landing oldalak és annak a kezelését is szépen végig tudjuk vinni a Messengeren. Ugye ez egy új csatorna, ahova valójában a Mauticot beágyazzuk, és a Mauticsal létrehozott dolgainkat beágyazzuk. Maga a Survey webhook pluginunk az pedig képes arra, hogy a chatbotból, a messengeres chatbotból adatokat szinkronizáljon, tehát egy kérdésre adott válaszra például azonnal beküldje a Mauticba, és arra azonnal automatikát, azonnal valami akciót tudunk létrehozni egy kérdésre adott válasz alapján. Maga a térképet, hogy miért hozunk létre Google-ben vagy Mapbox-ban, ez rajtunk múlik. Természetesen ezeken a térképeken különböző machinációkat tudunk elvégezni, tehát itt különböző módszertanokkal a Google is, illetve a Mapbox is ad lehetőséget, hogy éppen arra a térképre milyen típus ikonokat akarunk kirakni, hogy akarjuk megjeleníteni a térképet, milyen háttérrel, úgyhogy ezt tudja a rendszerünk. Most leállt a videó. Amit még... A videó a végére ért. Igen, a videó a végére ért. Igen. Szeretnél megosztani esetleg képernyőt, vagy pedig csak szóban elmondani még, amit szeretnél? Nem, a szóban elmondom, hogyha kimerevítesz egy képet, akkor azt még elmondom, hogy gyorsan szóban, ami lemaradt belőle. Ami
Ami fontos, hogy ez az egész rendszer úgy van összerakva, hogy ugye lehet használni magát a rendszert egy szerveresbe, illetve az, hogyha egyszerre több mautikot akarunk futtatni, akkor több mautikot is tud képes futtatni, és úgy lett összerakva a GDPR-os megfelelésnek a geolokációs követés is, hogy minden házon belül maradjon, tehát semmilyen adat ne menjen ki abból a konténerből, ahova mi ezt gyűjtjük. Tehát az európai rendszereknek ez teljesen megfelelő, és az Európai Uniós elvárásoknak, főként a magyar infotörvényeknek, ami egy kicsit még keményebb is, ezeknek a megfelelése a rendszernek meg legyen. Úgyhogy per pillanat itt tartunk, ezeket még lehet tovább bővíteni, a mobil applikációs keretrendszert is, különböző SDK-kkal, amit például a MacBox ad, itt, hogyha virtuális valóságba akarunk elmenni, ezeket később-később mind hozzá lehet építeni magához az applikációs keretrendszerhez. Tehát itt egy olyan építkezést tud az ember létrehozni magával az applikációval, ami kvázi túlmutat a Mautikon, viszont a Mautik vezérel bizonyos dolgokat belőle, és gyűjti be az adatokat, és a térkép szolgáltatónak azokat a plusz funkcióit, ami mi általunk létrehozott, usereknek létrehozott térképeken jól meg tudjuk jeleníteni, hogy ez az ügyfél élményt tudja növelni. Ezeket használhatjuk akár B2B-s történetre is, illetve az egész rendszert, hogyha olyan üzleti logikánk van, akár telepíthetjük egy intranetes rendszerbe, tehát amikor az alkalmazottaknak vagy valamilyen üzleti folyamatban belül akarjuk ezt a rendszert használni, és nem a felhasználóknak, és autóba telepített, vagy kihelyezett tablettekkel például, amikor dedikált szoftvert rakunk egy androidosnál, szorból nem letölthetőt, akkor a Mautic zárt hálózatban is képes úgy működni egy ilyen infrastruktúrában, ami a felhasználóknak nem látható, viszont a mi üzleti logikánkban le tudunk vele vezérelni olyan dolgokat, amiket a belső üzleti logikánk szerint kell. Úgyhogy ezekre is képes így a Mautic. Azt akartam még megkérdezni tőled, így a Mautic közösségen belül sokan szenvednek a skálázhatósággal. Nektek mik azok a kulcs dolgok, amik segítenek abból, hogy a Mauticot skázni tudjátok, és mi az a felső határ, amit te mondjuk megnevezné, ha van ilyen? Hát itt attól függ, hogy miről beszélünk felső határról. Adatbázis mére, vagy mondjuk azonosított és azonosítatlan kontakt. Hogy alapvetően ugye nálunk a Mautic úgy van beállítva, és aki tőlünk vesz Mauticot Lead Engine néven, az ő ezt kapja, hogy alapvetően ugye az Európai Uniós irányelveket követve 13 havonta ugye törölni kell a kukikat. Tehát ezek defaultból be vannak állítva a rendszerekbe, itt törlődnek a kukik, tehát itt egy év és egy hónap, majdnem egy hónapnyi kuki generálódik. Igazándiból az, hogy a Google Kubernetesben vannak fölrakva ezek a rendszerek, sokkal jobban skálázható, mint hogyha egy normál rendszerbe rakjuk föl. Így például, ha van olyan kampányunk, aminél tudjuk, hogy például Facebookból most adott intervallumban nagyon sok felhasználó fog érkezni, akkor egyszerűen csak fölcsavarjuk a szervert, és fogja tudni ezt. Amennyiben meg erre nincs szükségünk, akkor le tudjuk csavarni. Illetve, hogy van olyan, nekünk is olyan üzleti partnerünk, akinek mondjuk a időszakos a kommunikáció is, tehát hogy vannak benne hullámvölgyek, szezonális az ő célközönsége, tehát vannak, amikor kiugrások vannak benne, valamikor meg alapszinten ketyeg. Ezeket jól lehet követni az ilyen típusú szerver üzemeltetési rendszerekbe, és így költséghatékonyabb a dolog. A másik az, hogyha olyan ügyfél van, ilyen is van nálunk, aki egyszerre sokat vesz igénybe, mert ugye adatkezelésileg ezek a Mauticok nem érintkezhetnek egymással, hiszen az adatbázisoknak elkülönülten kell a GDPR szerint létrejönnie, és ő egyszerre több Mauticot akar futtatni, akkor ugye itt megint egy erőforrásról beszélünk, amit szépen oszt szét a Kubernetes, tehát itt megint költséghatékonyságról van szó. Az, hogy éppen melyik mennyi erőforrást fogyaszt, az ugye az, ami egyes üzleti logikánktól függ, de ezt képes így lekezelni a rendszer. Maga ezek a pluginok és megoldások, van olyan rész, amit meg lehet majd vásárolni, ugye erre készül egy pluginos webshop,
ez bizonyos pluginok ingyenesek, bizonyos pluginok fizetősek lesznek. Van olyan segítség plugin is, ami például a cookie kezelést egy picit tudja segíteni, és az például egy mörgyüléses problémánál aki tudja javítani a Mautic-nak azt a működési mechanizmusát, ami amúgy terheli is a rendszert, ahogy ő a cookie-kat kezeli. Ez főként a bejelentkezett felhasználó, amikor egy eszközt többen használnak, tehát ugye mondjuk a családi gépről jönnek be többen, és ugye van egy logót felhasználónk, akkor ugye a Mautic összemörzsöli a felhasználókat. Ez a plugin meg abban segít minket, hogyha jól beállítjuk, hogy nem mörzsölje össze, tehát szedje külön a A felhasználóba jelentkezett, akkor az maradjon az A felhasználó, hogyha B felhasználóba jelentkezett, maradjon a B felhasználó, nehogy pedig ugyanaz összerakja a kettőt, és akkor az A alatt futtatja onnantól kezdve a B-t is. Tehát ezeket ki kell benne küszöbölni. A másik, ugye, aminek a teljesítményre van hatás, az meg az e-mail kiküldés, illetve az e-mail kiküldő motorok, hogy mit bírnak. Alapvetően ugye a Mautic-nak van egy korlátja, tehát hogy masszmére nem alkalmas, tehát hogy arra van, nekünk is van más szolgáltatásunk, de hát erre szinte semmelyik marketing automatizáció nem arra van kitalálva, hogy masszmért küldjünk vele, hanem ugye pont ezek a logika alapján fölépített folyamatos levélküldések menjenek. Cronjobbal, a mi rendszerünkben azért egy pár dologban hozzá van nyúlva a teljesítmény miatt, hogy nagyobb teljesítmény bírjon el, de van egy korlátja, tehát hogy ezeknek van egy korlátja, éppen ezért bizonyos részeknél, hogyha túl nagy mennyiségű embert kéne rárakni, akkor ott elég erős hardware tudunk kell alárakosgatni. De mondjuk ezt mondjuk a Google-nál elég egyszerűen megoldott, mert pár kattintással elég sok pénzt el tudunk költeni arra, hogy veszünk alá egy nagyon drága szervert, ugye, és ott most már mindenféle AMD-s csodamasinákat is össze lehet vásárolgatni, illetve ugye a Kubernetes, Google-os infrastruktúra még ad nekünk egy olyan lehetőséget a jövőre nézve, hogy a Mauticunkban van egy olyan infrastruktúrában, ahol a Google által pénzért vagy éppen ingyen adott, ugye az attól függ, hogy milyen szolgáltatásunk veszünk igénybe, ugye ott is tovább tudjuk vinni a BigQuery irányába a rendszereinket, ott is tudunk adni az ő recommender logikája szerint, amit az ő ad, hogyha nekünk TensorFlow-val valami mesterséges intelligenciás dolgot, vagy az ő chat NLP-jével akarunk valamit létrehozni, akkor ott is lehetőségünk van, hiszen már házon belül vagyunk. A szendereknél ugye annyi a különbség nálunk, hogy ugye mivel Magyarország egy kicsit speciális piac a fogadófelek oldaláról, tehát van Citromailunk, van Freemailunk, és van egy-két olyan hazai szolgáltatónk, akik ugye nem nemzetköziek, illetve van egy-két olyan magyar domén, ahol fogadnak úgy e-maileket. Ezek a szenderek a magyar rendszerekre nagyon jó, magyar rendszerekre nagyon jó rá vannak gyógyítva, illetve nagyon jól dolgoznak velük együtt. Különböző lassítók, illetve különböző olyan technikák vannak alkalmazva, hogy a magyar levélbejuttatás a legtökéletesebb legyen. Természetesen ez majd lehet nemzetközivé is tenni, de alapvetően a szenderekkel a magyar ügyfeleket szolgáljuk ki. Természetesen voltak és vannak olyan ügyfelek, akik nemzetközi irányba is küldenek, illetve természetesen a mi szerveink is ugyanúgy küld a Gmail-re, Hotmail-re és egyebekre. Itt ugye a többi küldőhöz képest azt tudjuk elérni, hogy ha tisztán tartjuk az IP címeket, hogy például nem kerülünk spambe, hogyha az e-maileket úgy építjük fel, akkor a Gmail-re be tudunk kerülni a beérkezett, illetve a frissítési mappába, és nem a promóciós mappába kerülünk bele. Úgyhogy ez tud segíteni a marketingbe, illetve van egy-két olyan plugin, amit kifejlesztettünk, amit magát az e-mail marketing hatékonyságát, ez a campaign goals, randomizátor, ezek olyan e-mail marketing logikákhoz való hozzáférést tud a Mauticnak adni, amit az alap Mauticban ez nincsen benne. Ugye ez például első 500 kattintó, automatán sorsoló, tehát hogy egy szegmensből automatán sorsoljon ki valakit, és az rendes sorsolás legyen, ezek a pluginok elvégzik. Tehát hogy a teszteléseknél is ugye a véletlenszerűen tudunk leválogatni egy csoportból embereket, így a tesztelt
kreatívunk például egy AB tesztelésnél, az alapmautik az nem ezt a logikát követi, tehát nem tudunk azt mondani, hogy egy tízezeres példára akarunk, egy tízezeres tömegre akarunk kiküldeni levelet, abból szeretnénk ezer-ezer embert véletlenszerűen válogasson le a tízezerből, arra küldjük ki a levelet, és az alapján döntsük el a véletlen generátor és a kiküldés alapján, hogy az A vagy a B típusú levél lesz számunkra az előnyösebb, és az lesz a magasabb kattintású, átkattintású marketing kommunikáció. Ezek is megvásárolhatók lesznek, ugye? Ezek megvásárolhatók, igen, ezek a bővítmények. Szuper. Még azt akartam megkérdezni, hogyha valaki érdeklődik irántatok, akkor itt az elején, ha jól emlékszem, hogy lehet benneteket a legjobban elérni, vagy téged, vagy a céget? Weboldalon. Ami a... leadengine.hu, reachmedia.hu, kutatócentrum.hu, researchcenter.hu, tehát ezeken tudnak elérni minket. Speciális rendszert is, illetve ugye ezt is adjuk. Van olyan, ugye a kutatócentrum nagyon speciálisak, ők a MassMe rendszerünkkel is együtt tudnak egyszerre dolgozni, tehát ott olyan körszinkron van kialakítva, hogy a marketing automatizáció szinkronizál a Big Data adatbázissal, de ugyanúgy szinkronizál a MassMe rendszerrel is, tehát hogy ők A helyről is, meg B helyről is tudnak kiküldeni leveleket, attól függ, hogy mire van szükségük, és milyen gyorsan kell kiküldeni. Tehát mondjuk a Mautiknak vannak olyan korlátai, hogy mondjuk nem tud milliós nagyságrendben kiküldeni napi szinten levelet, tehát hogy arra van kitalálva, hogyha ilyet szeretnél csinálni, arra van a MassMe rendszer, és akkor itt lehet nálunk vegyíteni a dolgot, hogyha olyan ügyfél van, akinek óriási adatbázisa van, és erre van szüksége. Jellemzően azért Magyarországon is az adatbázisok azért pár százezer felhasználónál bezárulnak, arra meg tökéletesen alkalmas a Mautic, hogy ezt a pár százezer felhasználót kiszolgálja. Oktatást csináltok-e? Igen, tehát, hogyha valaki azt mondja, hogy érdekel, de egy kukot se értettem. Természetesen mindenkinek, akinek adunk el ilyen rendszert, azoknak tudunk adni oktatócsomagot, ott a marketingeseket kiképezzük, illetve az ő üzleti logikájuknak megfelelően a cégre is üzleti tanácsadást adunk, illetve hogyha olyanról van szó természetesen, akkor a kutatócentrum az ilyen adatvizualizációs, vagy kutatási dolgok, vagy kérdőív logikáknak, vagy NPS-kóroknak a feltérképezését és annak az értelmezését, abban már ugye a szakemberek tudnak segíteni. Tehát, hogy úgy mondjam, full service tudunk adni Mautic-ba a cégeknek, a telepítéstől kezdve a felhasználáson át, az adatfelhasználáson át, adatvizualizációig. Tehát, hogy mindenféle. Szuper. Hát nagyon szépen köszönjük, én rengeteget tanultam, és nagyon örülök neki, hogy Magyarországon vannak olyan cégek, akik ennyire jól kihasználják a Mauticot, illetve köszönjük a fejlesztő csapatotoknak is azt a csomó PR-t, amit beküldtetek, és folyamatosan dolgoztok azon, hogy a Core Mautic is ugye fejlődjön. Azt hiszem, hogy nekem nincs több kérdésem, volt még valami, amit meg akartam említeni? Nem, ennyi lett volna, majd a kollégám még fog a délutáni folyamán, még úgy újra elő fogunk kerülni ezekkel a képekkel, és fog egy-két dolgot mondani, de ugye az kifejezetten kutatással, illetve piackutatással és ezekkel a logikákkal kapcsolatban egy marketing automatizáció és egy rendszer, hogy van felhasználva, az a minta példa lesz. Szuper! Köszönjük szépen akkor még egyszer Nagy Attilának, és nem sokára vissza fogunk jönni, a salesforce.hu-tól Bártfai Balázs fog érkezni, 14 órakor, úgyhogy ne menjen senki sehova, maximum egy gyors púder, meg egy üdítő, és akkor itt találkozunk.